volt az egyetlen, akivel nem veszett össze, nem szólt be neki, vele ilyen nagyon jóba volt. Miért lehetett az, hogy csak Arany volt az egyetlen, akivel ilyen jó viszonya volt, mert hogy ilyen... Igen, de nem ezért. Attól még beszólhatott volna neki, mert legjobb barátok, de nem tette meg. Vele miért nem veszett össze? Hát nem. Az apja volt. Nem. Aranynak volt a legjobb. Nem kapcsolódik ehhez. Vele miért nem veszett össze? Más tipp? Barátok voltak, de attól még nem ezért. Megverte volna. Miért találkoztak egymással? Hát egyszer. Na pont ez az. Egyszer találkoztak, levélben meg nehéz összeveszni, szóval vele nem veszett össze, kivéve mindenki mással, akivel találkozott. Mondjál olyat, ami 200 éve ilyen elit volt. Tanár. Például egy pap, vagy jogász, igen. Régen a tanár, az fizetni kellett a tanárért, a tanításért Petőfi Sándor korában, és rengeteg iskolába jár. Hát igen, szóval még az apja még akkor tudott fizetni, mert még akkor volt pénzük, és beíratta sok iskolába, hogy sokat tanuljon. De hát nem lett semmi, amit az apja akart, mert hát mi lett? Költő. Oké. Mi ez? Most mi ez? Ki ez a nő? Szendre Júlia, nem az anyukája, a felesége. Milyen családból származott? Szegény. Ez egy szegény lány? Gazdag nemes családból. Az apukája Szendre Ignác örült annak, hogy ő Petőfivel akart kapcsolatot? Miért nem? Mert hogy Petőfi paraszt volt. Hogyan született meg ennek a kiállításnak, ennek a mozgó kiállításnak? Maga gondolta az ötlete? Petőfi Irodalmi Múzeum Budapesten hozta létre ezt a buszt a Petőfinek a 200. születésnapjára, hát azzal a célzattal, hogy mindenhova el tudja jutni az egész országban, azokhoz a gyerekekhez, felnőttekhez, és akik akár nem tudnának eljutni Budapestre a múzeumban, és tényleg mindenki meg tudja nézni, és a kultúra menjen a településekre, helybe, házhoz. Itt Kabán most ötödikesek látogatják a busz, szemmel láthatóan minden az égvilágon érdekli. Viszont az is feltűnt számomra, hogy meglehetősen sok mindent tudtak, legalábbis amikor a kérdésekkel kellett válaszolni. Igen, tényleg nagyon érdeklődőek voltak, meg okosak, nagyon tudtak tényleg válaszolni a kérdéseimre. Érdeklődőek általában a gyerekek amúgy, szóval van, akik is nagyon-nagyon mindent akarnak tudni, van, akik persze úgy annyira nem feltétlen érdekli őket, de úgy átlagban tényleg nagyon érdeklődőek. Melyek azok a részek, amik a legjobban érdeklik a srácokat? Hiszen maga a busz egy csoda. A gyerekeknek főleg az a része tetszik, hogy mindent meg lehet fogdosni benne, nem egy olyan múzeum, ahol csak a szemekkel kell nézni, hanem mindent végig lehet tapogatni, kinyitni, megfogni. Ez a része az, ami nagyon bevonza őket, és akkor ezáltal pedig nyilván olvasnak Petőfiről, és akkor megtudnak róla több dolgokat, de ez a beszippantó erő talán. Mi volt az alapvető cél, amikor összerakták ezt a tárlatot? Mit vigyenek haza a srácok? A játékokat, az ötleteket, Petőfit, az irodalmat, mit vigyenek haza? Részben talán az, hogy ez egy ilyen nagyon különleges kiállítás, nem igazán találkozik ilyennel, úgymond senki, hogy egy buszba, egy múzeum, egy kiállítás. Talán ez... verseket, amiket tanultak, felelevenítsék, vagy olvassanak újakat, azért a felnőttekre is vonatkozóan nagyon élvezik azt, hogy mindig felolvassák újra a verseiket, és emlékeznek rá. Szóval, meg hát persze az információk, hogy ilyen érdekességek, amiket a suliban nem feltétlen tanulnak, de itt mondjuk elolvashatják, ilyen fanfektek, ilyesmi, szóval ezek. Itt mindenhez az égvilágon hozzá lehet nyúlni, sőt, hozzá is kell nyúlni, hiszen nagyon sok mindenhez hozzá se tudok nyitni másképpen. Hiszen egy múzeum általában pontosan ennek az ellenkezője. Hát pont ezért, ez egy ilyen nagyon más múzeum, mint ami szokott lenni bárhol. Pont ezért hozták létre, hogy ez lenne a bevonzó erő, hogy tényleg ez nagyon extra, és én nagyon mindenhez hozzá lehet érni, és ezáltal sokkal közelebb tud jutni, hogy ő saját maga fedezi fel, hogy én most azt akarom kihúzni, és azt nézem meg, és olyan tempóban, ahogyan én szeretnék. Milyen korosztálynak készült? Hogyan képzelték el ennek igen az alkotók, akik összehozták ezt a mozgóbusz, ezt a tárlatbusz? Milyen korosztály lesz az, akit ez valójában érdekelni fog? Én azt gondolom, hogy ennek nincsen konkrét korosztálya, mert egészen az óvis korosztálytól, sőt voltak már bölcsisek is, egészen a 100 évesekig mindenki élvez, és mindenki másért élvez, és mindenki más talál meg benne érdekesnek, szóval én szerintem nincsen ennek konkrét célközönsége, hanem pont ez a lényege, hogy mindenki megtalálja azt, amit ő szeretne benne, és ő neki tetszik. Mennyiben volt ez más, mint egy akármilyen irodalomóra?
Hát abban, hogy sokkal játékosabbak voltak a feladatok. És ez jó így? Igen. Így kéne az iskolába is? Hát igen. Na és akkor most mondd, Petőfiről mit tudtál meg? Hogy hány városban járt. Petőfi Sándor hány verset írt, meg hogy ugye, hogy milyen verseket írt, meg hogy hol járt, meg milyen városok voltak, meg ennyi. És hogy tetszett maga a busz? Hogy tetszett a kiállítás? Hiszen ez egészen más, mint egy átlagos irodalom óra. Hát nekem nagyon tetszett, mert nagyon játékos feladatok voltak, érdekességeket is tudhattunk meg, és szerintem nekem nagyon tetszett. Így kéne minden nap iskolába? Igen. Ennyire jó volt? Igen.